Köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit! Magazinunk mai adásában a kiállításokat helyettesítő alternatív tárlatokról számolunk be, emellett a Nagy István képtárról készült kisfilmet is bemutatjuk Önöknek. Tartsanak velünk! A Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesülete a járványhelyzetben sem hagyja magukra a műkedvelőket. Februárban Wolford István fafaragó mester munkáival töltötték meg a Bácskai Kultúrpalota földszinti galériáját, az újabb, márciusig tartó tárlat keretében pedig Uklár Mária és Nagyné Drabko Mónika alkotásait tekinthetik meg azok, akik néhány percre betérnek a jegyirodába. Egyik kedvenc fali képéről mesél Wolford István. A fafaragó mester közel 4 évtizede foglalkozik a fa megmunkálásával, az alkotás iránti érdeklődése pedig már gyermekkorában megmutatkozott. Kezdetben csak kedvtelésből vésett motívumokat az alapanyagba, idővel azonban már eladásra is gyártott dísztárgyakat. Tulajdonképpen gyerek voltam már akkor is, a fűszfán fütyülőt csináltuk, bicskával, bőddi bicskával, és akkor később mentem tovább, kisebb figurákat csinálni, és maradtam be 10 ilyen kicsi jelkés, de azt nem hoztam. Elég az hozzá, hogy aztán mindig nagyobbat, mindig ami nekem jobban tetszett, az az ötlet. Szüret, ugye szőlős gazda voltam, csak el kellett adni, mert mindig betörtek a hétvégi házba. Sajátos technikával készült munkái nem ismeretlenek a helyiek számára. Bajai témájú alkotásaival, számos kiállítás és vásár alkalmával találkozhattak az érdeklődők. Megkeresem a faanyagot, mit is akarok csinálni, és hogy van-e olyan hosszú, meg olyan széles, meg elég vastag, mert vannak itt vékonyak, meg szorosak is, meg kétszorosak. És nem gyalulom a deszkát, hanem a sarokcsiszolóval, és akkor könnyebb. És akkor utána jön a rajz, ráviszem, és utána megkezdődik a véső, megdolgozik. Az alkotó különböző fa alapanyagokat használ, ez a munkák eltérő színén is megmutatkozik. Míg a sötétebb árnyalatú fali képek cseresznyéből, addig a halványabb tárgyak hásfából készültek. A fafaragó szerint az utóbbival a legkönnyebb dolgozni. Az idén 84. születésnapját ünneplő István bácsi nyugdíjas éveit aktívan tölti, és bár a korlátozások miatt kiállításokat egyelőre nem lehet szervezni, jelenleg is újabb alkotásokon dolgozik. Van anyagom is, és hát az a helyzetem, hogy nincsen műhelyem, hanem van egy fészer, ott van nekem a 2 gyalúpad van, ott vannak a szerszámok, stb. Ha nagyon fázik a kezem, az mint, hogyha 1000 kicsi tűvel szurkálnák, akkor nem szeretik dolgozni. A famunkák mellett egy festményekből is nemez alkotásokból álló tárlatnak is helyet biztosít a hónapban a Bácskai Kultúrpalota. Uklár Mária és Nagyné Drabko Mónika hosszú évek óta tagjai az Egyesületnek. A kézművesek az ünnepélyes kiállítás megnyitót nélkülözve, de annál nagyobb örömmel készültek a rendhagyó tárlatra. A színes munkáiról ismert Uklár Mária legújabb alkotásaiból most nem hiányoznak a szivárvány árnyalatai. A vásznakon azonban ezúttal jellemzően elnéptelenedett utcák képei tűnnek fel, utalva a járvány hatására. Nincsenek emberek, csak épületek. Tehát hat rám a járvány, ahogy láttam Budapestet, vagy Rómát, az üres ember nélküli tereket, csak épületek. Ez hatott rám. Valószínű ezért kezdtem házakat festeni újra, mert volt egy időszakom, mikor festettem házakat. De most már igyekszem oda csempészni egy-egy fát, főleg almafát, a tudásfáját. Ha bennünk rejlő tudás le fog győzni mindent, és ez visz minket előre. Van itt egy képem, egy jeruzsálemi ihletésű, amit elkezdtem egész világos színekkel festeni, és csak félre raktam, nem jó, nem jó. És aztán elkezdtem erős színeket felvinni.
mindig is szerettem erős színekkel festeni. A fiam rengeteget ostorozott ezért engem, hogy... De talán ez jellemző rám, a mindig élénk színek. Szerettem is, még öltözködésben is. Mindig van valami pirosom. És a képekben is. Sokkal hatásosabbnak érzem az erős színeket, meg valahogy ez jellemző is rám, a pirosak. Sok pirosat használtam most is, meg zöldeket, kékeket, sárgát, egy csomó meleg színt. A festő szerint a járványhelyzet a kellemetlen tényezők mellett lehetőséget teremt arra, hogy az emberek átértékeljék a korábban természetesnek vett mindennapi dolgokat. Sok jót is kihoz belőlünk ez a változás, az együttérzést, a segítőkészséget, de sok rosszat is, azt főleg az anyagi nehézségek okozzák, ami rossz a vírus kapcsán előjön belőlünk. De az együttérzés az nagyon fontos, meg hogy segíteni egymást, és ezt is megtanultuk, vagy felértékelődtek az otthonaink, a szeretteink, akikkel sokkal több időt tölthetünk. Nagyné Drabkó Mónika a korlátozások okán felszabadult időt ötleteléssel és korábbi terveinek megvalósításával tölti. Betartjuk mi is ezeket, amiket be kell, de amúgy próbálunk, én legalábbis próbálok így arra koncentrálni, ami az én életemnek a legfontosabb része, és az az alkotás, meg ugye a család, és akkor ezek így kitöltik a mindennapjaimat. Persze én is látom, meg nézem, meg eljut hozzám a hírek, meg minden, de igazából valahogy az alkotás, ami így át tud ezen vinni, és átível ezen. Gondolatok azok így cikáznak, és jönnek, mennek, és rengeteg van, és már így a padlás is tele a gondolatokkal. Most már azon törekszem, hogy ezeket mind megvalósítsam, és tényleg amik ilyen mélyen szántó, ilyen magaslati röpteim voltak, ilyen gondolati terveim, azokat meg kell valósítani, mert tudom, hogy ezekben nagy energiám van, tehát le vannak kötve az energiáim gondolatban is, és szeretném így majd ezeket így lehozni, úgymond a fizikai síkra, és megmutatni embereknek, hogy igen, a gyapjúból meg ezt is lehet, és ilyet is lehet, mert ez számomra is egy újabb ilyen rácsodálkozás, ráeszmélés. A hagyományos technikával készült termékek felhasználási módja nagyon szerteágazó. Ezért is fordulhat elő, hogy ugyanabból az anyagból egyszerre dísztárgyakat és mutatós kiegészítőket is alkothatunk. A technika az a régi. Tehát azt nem tudjuk megmásítani, és nincs is rá szükség, hiszen ez egy bevált, jól bevált technika, és akkor minek változtatnánk rajta. Viszont azt, hogy kinek mi születik meg a saját intuitív belső ényéből, az a változatosság, az adja a változatosságot így a nemezes alkotásokban. És én nekem nagyon a szívem csücske a kalapok, fejfedők, de ahogy az ülőpárnák, vagy a figurális dolgok, bár itt most nem igazán a figurálisokat, azt most így otthon hagytam, de a következőre majd azt szeretnék tervezni, egy figurális ilyen kiállítást, ami ilyen játékos énemet mutatná be. Szóval így visszatérve arra, hogy igen, tehát ezek mind-mind technikailag egyek, változatosan lehet elkészíteni, de ugyanúgy szappanos, vizes az eljárás, és akkor amit, ahogy én elképzelem, azt úgy megalkotom. Az elmúlt hónapokban egyre több munkát készít megrendelésre. Ez azt igazolja, hogy továbbra is van igény a gyapjú termékekre. Azt éreztem így ebbe a téli időbe, hogy valahogy, mintha most érne be az, hogy az embereknek annyi éven keresztül így megmutattam magamat, és beszéltem róla, és így már néha én untam azt, hogy már megint a gyapjúról beszélek, de hogy tényleg, tehát ez egy megunhatatlan téma, és megújítható téma, és úgy gondolom, hogy ez soha nem fog kimenni nem a divatból, az életünknek a része lesz, és már a része is, hiszen már én is hordom, meg van, aki már hordja aktívan, meg használja. És úgy gondolom, hogy ez csak idő kérdése, hogy ez olyan, mint régen a szájról szájra terjedtek ezek a dolgok, hogy megtapasztalja az egyik, és elmondja, hogy te, hát próbáld ki. Itt tényleg csak az, hogy nyitott legyen az ember rá, és kipróbálja. Tehát nekem így pozitívak a visszajelzéseim, így az alkotásaimmal, meg a termékekkel kapcsolatban. A kiállítók egyetértenek abban, hogy a formabontó tárlatok a kézművesek és az érdeklődők számára is megkönnyítik a járvány időszakát,
hiszen a színes munkákat nézve egy kis időre mindenki kiszakadhat a szürke hétköznapokból. Néhány héttel ezelőtt indította útjára azt a sorozatot a Bajai Tűr István Múzeum, amely során rövid kisfilmek segítségével mutatják be a bajai kiállítóhelyeket. A következő percekben a Nagy István képtár történelmével ismerkedhetnek meg nézőink. Magyarország 20. századi egyik legnagyobb festőművésze Nagy István volt. 1873 Csíkmincszent, 1937 Baja. Nagy István Erdélyországban, Csíkföldön, Csíkmincenten született a 19. század végén, egy módos, székely gazda családban. Kalocsán végezte el a tanítóképzőt, Homokmégyen kezdett tanítani, ahol felfedezték tehetségét, és 1899-ben felvételt nyert a képzőművészeti főiskolára. A főiskola elvégzését követően a szokásos tanulmányutakon járt Münchenben, Párizsban, ahol hatása alá került Gauguin, Cézanne és Van Gogh művészetének. A 20. század első éveiben hazatért a Kárpát-medencébe, de a kifinomult francia hatásokat gyorsan elfelejtette, visszatért erdélyi gyökereihez. 47 éves volt, amikor 1920-ban a trianoni békediktátum következményeképpen az ő vándor területei lecsökkentek. Kevesebbet tudott vándorolni a Kárpát-medencében, korábban bejárta egész Bácskát, a Balaton felvidéket, erdélytájait. Művészetére a pasztell és a szén jellemző, hiszen vándorló életmódjához ez a technika, ez a műfaj volt a megfelelő. Magyarországi vándorlásait az 1930-as években betegsége állította meg. Baján telepedett le 1932-ben, itt érte a halál 1937-ben. Baján nagy tiszteletnek örvendett, az Éber család, Miskolci Ferenc, a Bajai Múzeum, a város mind szívébe fogadta a festőművészt. 1937-es halálát követően özvegye az akkor születő Bajai Múzeum számára 39 darab Nagy István képet ajándékozott, amellyel megszületett a Tűr István Múzeum képzőművészeti gyűjteményének másik fontos egysége, törzsanyaga, a Nagy István gyűjtemény. Azóta 39 művet további gyarapítással 64-ig fejlesztette a múzeum. Ma Magyarország egyik legszebb klasszicista épületében, a Nagy István képtárban 64 Nagy István mű látható az 1985. decemberében megnyílt állandó kiállításban. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban a társas tánc. A városban több egyesület is foglalkozik a táncoslábú fiatalokkal, akik sok esetben a próbaterem falain kívül is parketre lépnek. 2018-ban az országos verseny dobogóira is bajai tehetségek álltak. Egy-egy mozdulatot akár több százszor is végigvesznek a próbákon a fiatalok. A Szent László AMK tornaterme minden délután és este a Danubia Művészeti Iskola táncosaié, akik közül sokan versenyszerűen űzik ezt a sportot. Ez hetente háromszor másfél-két óra kemény munkát jelent. A középiskolás Fuszenekker Mónika és partnere Vidák Bálint szeptember óta dolgoznak együtt. Legutóbb Szentesen, a Kelet-Magyarország területi bajnokságon, a felnőtt E osztályban, a standard táncokban bronz, míg latinban ezüstérmet szereztek. Milyen volt maga a verseny, hogyan éltétek meg? Nekem nagyon-nagyon tetszett, mert mindig is imádtam a táncversenyeket nézni. Hát még, hogy ott van az ember, akkor nekem ez akkora élmény szokott lenni, hogy én is részt vettek rajta, és közben nézhetem a többieket is, hogy felmérjem, hogy milyen csoportban az erőviszonyok. Nekem nagyon tetszett.
Hogy érzitek, hogyan sikerült egyébként? Most csak kicsit a standardről meg a latinról külön beszélünk. Hát szerintem a latin sokkal jobban sikerült. A standardben elég sok hibát ejtettem, kicsikét jobban kellett volna koncentrálnom a táncokra. Fejben egyébként hogyan kell készülni, külön fejben is, hogy érzitek? Hát kipihetnek kell lenni mindenféleképpen, meg azért lelkileg rá kell készülni, ugye ez nagyon nagy megterhelés lesz, ugye, hogy táncolni egyfolytában, meg mutatni, hogy nekünk ez mennyire jó, úgyhogy igen, kell rá készülni. Melyik az, ami nagyobb kihívás, ha most egy-egy táncot nézünk, vagy amire kicsit többet kell gyakorolni, vagy együtt készülni, hogyan érzitek? Hát nem tudom, igazániból az egészben az a legnehezebb, hogy az összesre egyszerre kell koncentrálni, és folyamatosan váltani kell, mindegyik más stílus, és a fejbe el kell dönteni, most ezt táncolom, aztán váltok, aztán teljes más stílus, és igazániból az a nehéz az összesben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A társastánc felnőtt kategóriáit betűjelzések különböztetik meg az A-tól az E osztályig. A Magyar Táncsport Szövetség szabályzata alapján minden osztálynak megvan a saját figurakatalógusa, vagyis a táncokba meghatározott elemeket kell megmutatniuk a párosoknak. Ahogy haladnak előre, úgy növekszik az elemek száma és a nehézségi foka. A társastánchoz pedig nem csak jó ritmusérzékre és testtudatra van szükség, hanem nagyfokú önfegyelemre is. Nagyon szorgalmasan, odafigyelve és nagyon-nagyon hosszú kitartó munka eredményeképpen születnek meg a technikailag jó mozdulatok, mert ez be kell, hogy idegződjön az ember testébe, és úgy gondolom, mégis ezt tudjuk is, hogy a művészetnek bármelyik ágát bárki űzi, az nagyon sokat és jól hat az észbeli képességeire, a gondolkodására, az iskolai teljesítményére, hiszen bizonyos koncentrációt kér, azoknak az ismereteknek az elrendezését, annak, hogy képesek legyenek arra, hogy ezt önállóan is gyakorolják és használják, és ugye a gyerekek elkezdenek jönni táncórákra, az előbb, hogy beérkeztetek, kicsi csoport volt itt, szinte látom, hogy kinek van tanulási nehézség, kinek van magatartászavara, ki az, aki tud figyelni, ki az, aki nem. És azért az idejáró gyerekeknek a többsége az iskolában is jó teljesítményt nyújt. A 12-es Horváth Kata és a már egyetemista Tumó Roland egy éve készül együtt a versenyekre. Ők jelenleg D-osztályban indulnak. Én Kaposváron járok, hétfőn szerdán, mert ott tanulok. Kata pedig itthon. És akkor csütörtökön és pénteken tudunk együtt edzeni, valamint hétvégente szoktunk külön órákat venni. Ez mennyire nehezíti meg a felkészülést, hogy külön és együtt is ritkán találkoztok azért? Nagyban hozzájárul az is úgymond a sikereinkhez, hogy Roli sokszor van itthon, vizsgai időszakok is ugye sokszor, hát évente kétszer, de szóval, hogy vannak, és azok során is azért sokat tudunk készülni. Meg tényleg ezek a hétvégék is nagyon sokat jelentenek, meg egy-egy iskolai szünetben is, amikor például nekem szünetem van, akkor van, hogy el tudunk menni közösen Kaposvárra, és tényleg az is nagyon sokat segít, úgyhogy ezekhez a csütörtök péntek hétvégékhez azért még sokszor járulnak hozzá másik edzések is. Fejben hogyan készültök egy-egy versenyre, hiszen ugye a technika is nagyon fontos, a táncudás is nagyon fontos, de hát azért mégiscsak az emberben valahol benne van a druk is, meg hogy teljesíteni szeretne. Hát igen, úgy szoktunk nekiállni, hogy minimum dobogó. Hát ha sikerül, ha nem, akkor meg nem, de úgy kell oda menni, hogy jó helyezést fogunk elérni. A vegyes pár Kozár Michelinben az országos 8 tánc döntőben és a kaposvári Nyugat-Magyarország területi bajnokságon egyaránt a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Hát a bíróktól nagyon sok egyest kaptunk, ami azt jelenti, hogy ugye első helyre akartak tenni. Nagyon kevesen volt, aki egyel vagy kettővel hátrébb tettek, de úgy összességében minden táncunk elsőre jött ki, és így lett első helyezett. Mit éreztetek, mennyire volt erős a mezőny Kaposváron?
Ezt előre nem tudtuk most megsatszolni, mert azért sokszor megnézegetjük, hogy kik lesznek, és akkor így nagyjából belőjük, hogy akkor őket már tudtuk egyszer legyőzni, vagy esetleg ők tudtak legyőzni minket, és most ilyen nem volt, vagy maximum nagyon egy-kettő. Ugyanis itt most olyan párok voltak, akikkel még sosem versenyeztünk együtt, úgyhogy ez nagyon lutri volt igazából, hogy fog sikerülni, és hát szerencsére nagyon jól sikerült. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon extrovertáltak, nagyon kifele fordulóak, de az nem csak, és akkor az nagyon jó, mert ez a táncukban is megnyilatkozik, és mondjuk egy latin-amerikai tánchoz ez rendkívül fontos, hogy kifejező legyen, és sugározon, és hitessel, hogy ő a legjobb. Viszont vannak olyan gyerekek, akik szorgalmasak, csendesek, visszahúzódóak, és hiába csinál meg technikailag sok mindent jól, hiába van ott a zenébe, hiába van minden, de van rajta egy unottság, egy félelem, tehát nem csak azt kell tanítani velük, hogy technikailag jók legyenek, hogy a figurákat tudják, hogy a sort tudják, hanem hogy ezt meg is tudják mutatni. Tehát, és mindenkinél más kell erősíteni. Mindig van olyan párosom, akik azt mondom, hogy olyanok, mint akár aludnának, vagy álmosok lennének. Tehát, és akkor őket próbálom ösztökélni, meg tanítani arra, hogy meg elhitetni velük, hogy jók vagytok, és higgyétek el, és sugározzatok, hiszen a pontozóbíró nem az történik, hogy egy versenyen elejétől végig végignéz egy párost, és akkor összehasonlítja a másikat, hanem egy-egy pillanatra néz rá. És ezért ugye a sorozatban mindennek tökéletesnek kell lenni. És abban a pillanatban azt a figurát rosszul lépte, vagy éppen nem megfelelő volt a kisugárzása, vagy nem használta megfelelően a kezét, vagy a testét, akkor lehet, hogy tovább siklott a szeme, és talált egy olyat, aki sugárzott és mindent megtett, és a gyerekeknek nagyon nehéz elfogadni azt, hogy az első és a hatodik hely között alapvetően nüansznyi különbségek vannak, meg szerencse, meg hogy hol állt, meg éppen mikor néztek rá, viszont mindenki úgy megy a verseny, hogy első szeretne lenni, viszont el kell fogadni, hogy lesz első, és lesz utolsó is. Eleinte magunknak csináltuk meg a sorokat, és az Évát bemutattuk. Amikor azt mondta, hogy valami nem jó, akkor persze kijavítottuk, vagy megbeszéltük, hogy ha valamit nem tudtunk, akkor segített benne, de nagyrészt mi tettük össze a sorainkat. Melyik a kedvencetek egyébként? Melyik a kedvenc táncotok? Van a kedvenc? Nekem a kedvencem talán a Quickstep. Teljes mértékben imádom a játékosságát, a gyorsaságát. Sokkal jobb szerintem, mint a többi tánc. Én nagyon szeretem a rumbát, mert az nekem annyira érzéki, meg annyira gyönyörűen lehet táncolni, úgyhogy nekem az nagyon, nagyon tetszik. Ilyenkor külön ruha készül egy versenyre, vagy egy-egy évadra készül egy szerelés? Nekem most kb. Egy éve van meg ez a versenyruhám, standardből is, meg latinból is. Mi ezt most varrattuk, de amúgy lehet külön is venni, ami már készen van. Hát ugye minden kategóriában más a verseny, mint a ruházat más a szabályzatra. Nekem most azt lenne, hogy minél egyszerűbb legyen, de mégis mutatós. Tehát nekem nem lehet csillogós, meg minden, úgyhogy ameddig ebbe a korcsoportba, mint ebbe az E-osztályba táncolunk, addig nekem ez a ruhám marad, mert egyszerűen nem lehet komolyabb. Fiúknak frak, gondolom, vagy? Hát egyelőre E-osztályban még nem frakot hordunk, majd csak a következő szintől kell a frak. Hát most egyszerű egy ink, egy mellény, meg egy nyakkendő. Ugye vár a nadrág az. Következő osztályban, hogy fölléphessetek, mi áll még előttetek addig? Nagyon-nagyon sok felkészülés, mert ugye bejön még plusz táncok, mondjuk most csak 6 táncot táncolunk, ott meg már 8 táncot fogunk táncolni. Egyrészt erre is fel kell készülni, új ruhákat is be kell szerezni, ott már komolyabb a ruhakövetelmény, tehát lehet sokkal komolyabb ruhánk is. Viszont ami szerintem nagyon nehéz lesz az, hogy lelkiebben felkészüljünk arra, hogy minél többet kell bírnunk. Oh, yeah.
személy szerint én nagyon szeretem a kihívásokat, és az ilyen látványosabb figurákat, ami kicsit kilépnek a megszokottból, én azokat nagyon kedvelem, és most szerencsére belekerültek olyanok is a sorainkba, és én azokat azért szeretem, mert sokkal jobban élvezem tőle az egész táncot, és ez szerintem látszik is. Melyik tánc egyébként, ami most ilyen volt, hogy kihívás is volt benne sokkal több? Hát a jive, amire, és a szamba, amire jobban hangsúlyt tettünk mostanában. A Bajai Táncsport Egyesület és a Danubia Művészeti Iskola táncpedagógusa szerint a társastánc pontozása mindig is szubjektív lesz, de a bírálati rendszer az előnyére változott. Hallottam már szülőtől olyat, hogy az én gyerekemre rá se nézett a pontozó. Igen, mert az első pillanatban ránézett, és úgy gondolta, hogy nem érdemes most őt figyelni, hiszen ettől vannak ügyesebb vagy érettebb párok is, és igaziból másfél perc áll rendelkezésükre, hogy elbírálják, hogy éppen az adott körből melyik az a páros, akit továbbjutásra érdemesre találnak, és utána a döntőben pedig, hogy kit hányadik helyre pontoznak. Az most nagy pozitívum szerintem, hogy ez a pontozás titkos, mert régen még a Szavária idejéből szerintem mindenkinek van olyan emléke, hogy felmutatták az asztalnál ülő pontozóbírók, hogy én az első helyre teszem, ő a hatodikra jön. És akkor egy idő után azért az kialakult, hogy a pontozók között is van bizonyos rangsor, tisztelet, múlt, és akkor az így igazoltak. Tehát még az első tánc után nagyon vegyes volt a helyezések rendje, utána azért igazodtak egymáshoz. De most avval, hogy ez a pontozás titkos, tehát mindenki tényleg a saját értékítélete szerint dönt, ami nagyon jó végül is, és kialakult egy olyan pontozási szisztéma, amely szerint a gyerekek is nyomon tudják követni, hogy kitől kaptak X-et, mire kaptak továbbjutó X-et, hányadik helyre tette őket, sőt, amikor a versenykönyvüket visszakapják, akkor ezt egy kutya nyelven látják is, hogy ki hova szavazta őket, vagy hogyan született meg az eredmény. Sőt, az internet világában az is nagyon jó követhető, hogy meg tudom nézni, hogy a versenytársaim éppen az adott táncban, az adott bírótól hányadik helyet kap, tehát hogy oszlottak meg az X-ek, illetve a helyezések. A versenyeken nem csak az érem a cél, hanem a pontszerzés is, amivel évente egyen magasabb osztályba kerülhetnek a fiatalok. Programajánló rovatunk következik. Kvartett. Spiró György színművének online közvetítésével emlékezik a Vígszínház Börcsök Enikőre, aki hosszantartó betegség után január 28-án, 53. születésnapján hunyt el. Az előadás eredetileg csak egy napig lett volna elérhető, de a teátrum úgy döntött, hogy azt az e-színház weboldalán továbbra is megtekinthetik a nézők jelképes belépő vásárlása ellenében. A jeggyel az előadás megtekintésére egy hét áll rendelkezésre, ez idő alatt megállítható, visszatekerhető, azonban összesen két alkalommal nézhető meg teljes terjedelmében a darab. Takács Nagy Gábor, Maxim Vengerov és a MÁV szimfonikusok. A MIPA Home sorozatában február 18-án 19 óra 30 perctől hallhatjuk a MÁV szimfonikusok zenekar koncertjét Takács Nagy Gábor vezényletével. Mozart és Beethoven művei mellett Maxim Vengerov Mendelssohn E-moll hegedű versenyét játssza majd. Verdi Don Carlos. Február 20-án szombaton 20 órától premier lesz az Operaházban. Frank Hilbrich rendezésében Gaston Rivero címszereplésével az öt felvonásos olasz nyelvű modernai változatban mutatja be Verdi Don Carlos című operáját a Magyar Állami Operaház. Az opera otthonra fizetős közvetítései között szombaton 20 órától az évadban egyszeri alkalommal látható előadás karmestere Kocsár Balázs. Szerelmi pszichokrimi. Online színházi előadással jelentkezik a Pince Színház. A meghallgatás története Bogár Elláról, az ünnepelt színésznőről és Láng Leonardról, a tehetséges, nem sikertelen színművészről szól. A főszerepekben Kálid Artúr és Murányi Tünde, rendező Gáspár András.
A tévéfelvétel február 22-én hétfőn este 7 órától másnap éjfélig elérhető. Adásunk végén köszönöm figyelmüket, legközelebb egy hét múlva a szokott időben, kedden este 6:30-kor várjuk Önöket vissza a képernyők elé. Addig is viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.